Akkor az első előadónk Miskolci Ambrus professzor emeritus, Széchenyi díjas és kétszeres akadémia díjas történész, MTA doktor, egyetemi tanár, az MTA Magyar-Román Történész Vegyes Bizottságának elnöke. Fölkérem a professzorat, hogy tartsa meg előadását. Köszönöm szépen. Tisztelt vitaülés! Előjáróban hadd emlékeztesse arra, hogy a történelem tanúsága szerint az utókor mindig szívesen bábozik a nagy elődökkel. A kommunisták Hunyadi Jánosból a délkelet-európai népek szabadságharcosát állították elő, az internacionalistát Rákosiék rokonunknak nevezték, és I.S. Gyula ezt ugyancsak 1956-ban, amikor felállították a pécsi Hunyadi szobrot, egy verssel tromfolta meg, ebből idézek: pajzsodat öt haza hőse gyanánt hordozt a szabadság, szép leckénk, ezért ötszörösen magyarabb. Ez az öt haza talán fel is felüleli nem csak egész Közép-Európát, Ausztriával, hanem a Balkánt is. Na most minden ilyen historiográfiai demagógiával szemben Domanovszky, a nagy mellőzött történész, következőkre figyelmeztetett. A Hunyadi kérdés mindenek előtt világtörténeti probléma. Bármennyire magyar érdekekért küzdött Hunyadi, ebbe a küzdelembe Magyarország egyedül földrajzi fekvésének következményeként került bele, és a nagy küzdelemben a magyar terület nem végcélt jelentett, hanem csupán állomást Bécs felé. Más szóval a probléma világpolitikai, nagyvilágra tekintő geopolitikai probléma, és a geopolitika nem csak azt jelenti, amit Napóleon mondott, hogy a földrajz csinálja a történelmet, hanem feladata természetföldrajzi adottságok, társadalom és gazdaság szervező technikák és mentális formák kölcsönhatásának vizsgálata. Ezért először az egyházi helyzetnek az áttekintésével kezdeném, hiszen a vallás volt a legfontosabb identitásképző elem a korban. A kérdés az volt a 15. században, hogy mi lesz Pax Ottomanica vagy Pax Christiana. Mi lesz közelebbről a keresztény néppel, a keresztény szabadsággal, hogy Hunyadinak a szóhasználatával éljünk. Egyáltalán volt-e keresztény nép akkor, amikor a görög és a latin ritusú népek holnap egyenest szemben álltak egymással. Hála Hunyadi, Zsigmond király okos diplomáciájának sikerült előkészíteni a két egyház egyesülését. 1439-ben Firenzében a főpapok megegyeztek nagy dogmatikai tételekben. A lényeg, amiből persze a nép semmit nem értett, egy valamit azonban igen, elismerték a pápának a főségét, és elismerték a két ritusnak az egyenrangúságát és kölcsönös érvényét. A bizánci császár, aki politikai jogból ment át az unióra, nem merte kihirdetni az uniót, az egyházi uniót, mert a nép mélyen latin ellenes volt. A balkáni görög szertartású népek pedig úgy érezték, úgy értelmezték a ritusok egyenlőségét, hogy a maguk ritusát próbálták a latin ritusokra ráerőltetni, és ugyanez történt fordítva is. Az adott viszonyok között azonban csak a pápa tudta összefogni sikerrel a keresztény világot, és csak immár katolikusként lehetett hatékonyan az oszmán hatalom ellen sikerrel küzdeni. Hunyadi János ezt tette. Hogy milyen sikerrel, eltérnek a vélemények, van, aki nagyobb hadvezérnek tartja, mint politikusnak, van, aki nagyobb politikusnak, mint hadvezérnek. Az angol diplomata történész Cartwright Megmaradni című magyar története szerint Hunyadi nem volt kiemelkedő hadvezér, a Várnánál és Rigómezőnél elszenvedett vereségei legalább akkora kárt okoztak hazájának, mint amennyi előnyt a diadalai. Nem volt tehetséges államférfiú sem, amint azt megmutatta kormányzóságának zavaros politikai hagyatéka. Hunyadi ugyanakkor vitéz és bátor katona volt, aki makacs elszántsággal kitartott a török elleni harcban, annak ellenére, hogy mind Magyarországon, mind azon kívül csak igen szerény támogatásra lelt. Mint minden kategórikus ítéletben, ebben is sok a féligazság.
De mielőtt az ellenérveket hoznánk fel, a kérdés az, honnan a makacs elszántság? Genetikai adottság vagy a körülmények hatalma? Nem kétséges, boldogabb és romlottabb tájakon, akár reneszánsz vihák, Kondottiere vagy Nőcsábász udvaron is lehetett volna, hiszen mint Bonfini írja, a színi előadásokon, táncmulatságokon, lakomákon olyan drága égkövekkel kivart ruhában jelent meg, hogy öltözetének előkelőségével irigységet keltett sok kis királyt előtt. Testalkata és arcának bája nagy tetszést váltott ki, délceg járása miatt a legnemesebb asszonyságokkal kellett táncolnia. Beszélik, hogy Zsigmond rossz néven vette ezt, és azt mondogatta, hogy Corvinus Jánosban nem kell nagy reményeket költögetni, mert ifjúi becsvágya azt jövendőli, hogy az egész világgal sem tud betelni. Többet akart Krisztus katonájaként Európát felszabadítani, közben imádkozott és böjtölt rendszeresen. Mindezt egy olyan világban, amelyben kortársa II. Pius pápa szerint a szegényeket a túlvilági boldogság ígérete vezette, míg a gazdagokat az evilági örömök vonzák, és nem igen keresik az eljövendőket. Hunyadi a harcot kereste, és katonáit azzal biztatta, amint elesnek, Krisztus asztalánál fognak vacsorázni. Magyarországnak választania kellett, 1439-ben elhunyt Habsburg Albert királyunk, özvegye, utószülött csecsemő fiát megkoronáztatta, 5. Lászlót, és a Szent Koronával együtt Frigyes osztrák herceg gyámsága alá helyezte, a Felvidéket pedig Giskra foglalta el, a kor egyik legjobb katonája, kvázi királyi helytartóként. Az oszmán ellenes küzdelem érdekében a nemesség harcosabb része az idealista Ulászló lengyel királyt választotta meg magyar királynak, Hunyadi pedig akkor tűnt fel, amikor 1441-ben Bátaszéknél leverte László híveinek seregét. Az ország végzetesen ketté szakadt, Griskra rendet tartott, volt, aki zavarosban halászott, és minden annyiban lényeges mozgalom, hogy Hunyadi harcait mindig az ország déli részének, Erdélynek, Mármarosnak a támogatásával hívta. Giskra ellen is megpróbált párszor fellépni, de nem bírt vele. Maradtak az oszmánok. Hunyadinak az oszmán ellenes fellépése abban hozott fordulatot, hogy a védekezés és a balkáni portyázások helyett egyenesen a Balkán visszafoglalására tört. Kérdés ez az, hogy a balkáni népek ezt miként fogadták. Bertrand de la Brocquière 1432-ben keresztül Kasul bejárta a Balkánt, és azt tapasztalta, hogy az oszmán uralom alatt élők szívesen fellázadnának, ha támogatást kapnának nyugatról, mindenek előtt a franciáktól. A szavak azonban, mint tudjuk, azok nem kerülnek semmibe. Az erő számít és számított. A balkáni uralkodók története, vulgárisan szólva, az árulások története. Diplomatikusabban szólva, egyensúlypolitika. Az egyensúlypolitika, a hintapolitika története. Ennek sok román vajda mestere volt, de jó néhány áldozata is. Példa erre Vlad Drákul havaselföldi vajda, aki az oszmán ellenes Zsigmond-féle sárkányrendnek a tagja volt, 1439-ben viszont kénytelen volt részt venni az erdélyi oszmán hadjáratban, aztán 1442-ben, amikor Hunyadi legyőzte havaselföldi az oszmánokat, akkor a magyar király hűségére tört. A maradék Szerbia fejedelme, Brankovics is ezt tette, Brankovics György, segédcsapatai részt vettek az 1438-as erdélyi fosztogatásban, de miután a következő évben Murád szultán elvette az országát, a magyar király hűségére tört, annál is inkább, mert magyar zászlósúr volt. 1443-ban Hunyadi Ulászlóval az élen megindult az oszmán főváros Drinápoly elfoglalására. Ez volt az első és utolsó alkalom, hogy jelentős szerb erők felvonultak az oszmánok ellen.
25-30 ezeres seregnek az egyharmadát Brankovicsnak a harcosai tették ki. A magyar törzsadat, lengyel lovagok, bosnyák és havaselvi segédcsapatok, cseh zsoldosok, végül a pápai legátus nyugati önkéntesei egészítették ki. De nem csak a létszámok bizonytalanok, meg a résztvevők, hanem a hadjáratnak a megítélése is. Az 1930-as években írt népszerű angol Európa története szerint soha nem kínálkozott jobb alkalom az oszmánok kiszorítására. De ezt az alkalmat Hunyadi elszalasztotta, nem élt a lehetőséggel, mert vagy az oszmánok vesztegették meg, vagy a szerb vajda vesztegette meg őt és az embereit. Az angol történész Colin Amber mintegy 10 éve egy szép kis antológiát állított össze a 1940-es évek török szövegeiből, és már a bevezetőben katasztrofálisnak minősítette a hadjáratot, amelyet szerinte csak a pápai propaganda tüntetett fel sikernek. Viszont tapintatosan kihagyta azt a török beszámolót, amely elmondja, hogy a visszavonuló gyaurok milyen csapást mértek az üldözőikre, és ezután a szerb despota lepénzelt mindenkit, akit tudott, és aranyakért megkapta a szultántól az országát is. A 2012-es amerikai Ulászló Murád monográfia szerint Hunyadi csupán pürhoszi győzelmet aratott, aztán 150 oldallal később a keresztesek minősített győzelmeként jellemzi a hadjáratot. Kétségtelen a várt siker az elmaradt, nem tudtak áttörni a Balkán-hegységen. Ugyanakkor Szofiától nem messze még előzőleg a óvatlanul csatát erőltető Murád szultánt életében először legyőzték. Ami a harcokat jellemzi, alig a túlzás az, amit 1447-ben Hunyadi az egyik adománylevelében a hátszegi Kende fiadali fiairól írt, akik a csatában saját vérüknek is ontásával nagyobb vitézi tetteket követtek el, mint sem hinni lehetett volna. Hát többek között a szabad ég alatt kellett állni -10 fokban. A háborúnak az egyik nagy eredménye, hogy a Nis melletti csatából Skanderbeg hazatért, befejezte a török szolgálatot, és a renegátból egy nagy ellenálló lett, még talán híresebb is, mint Hunyadi. Na most tudjuk, hogy hát az osztánokra jól jött a zseppénz, a szerb zseppénz, de a fő cél az volt, hogy rendet csináljanak Kis-Ázsiában. Ezért a szultán egy nagyon előnyös, visszautasíthatatlan pékajánlatot tett, és ezt alá is írta. Hunyadinak is tetszett a fejlemény, visszakapta birtokait, és ez a béke lehetőséget kínált arra, hogy Magyarországon rendet lehessen teremteni. Mindenki akarta, kivéve a pápa, aki pápai átokkal fenyegette a királyt, a békét köt a törökkel. Hunyadi beadta a derekát, állítólag a bolgár királyságot ítéltek neki, ami nem valószínű, mert tulajdonképpen felvette a bolgár királyi címet maga második Ulászló, első Ulászló. A pápai tréfa, hogy Marszot idézzem, bár most nem illik idézni, a pápai tréfa megbosszulta magát, viszont azt kell mondani, hogy nagyon bölcs geopolitikai számítás diktálta, hiszen ha megkötetik a béke, akkor Hunyadinak óhatatlanul az osztrákok ellen, Frigyes ellen kellett volna fordulnia, megbomlik a keresztény egység, aminek beláthatatlan következményei vannak, lettek volna. 1444 őszén meg is indul a sereg Várna felé. A csata kimenetelét ismerjük. A királyt elragadt a harci hév, amikor látta, hogy Hunyadiék már a jobb és a bal szárnyon győzelmet aratnak, nekirontott a szultánnak, és elesett a csatába, ezzel Magyarország újabb anarchiába került. Hunyadinak azért meg volt a véleménye a pápai tréfáról, hogy így mondjuk. Vitéz Jánosnak a tollával a következőket írta a pápának: az üresen hagyott csatatéren nem az ellenséges katonaság, hanem az isteni ítélet mért ránk csapást, és csak a mi bűneink miatt maradtak erősebbek a
barbárok. És bízott abban, hogy a szerencse visszatért. A következő évben Wawrennel, burgundiai harcossal, aki felhajózott a Dunán, visszafoglaltott néhány dunamenti erődítményt, aztán a következő évben jött a román vajdával, Vlad Dráculával, aztán a következő évben jött az oszmán, Vlad Drákul visszaadta az erődítményeket, akkor Hunyadi bevonult Havasalföldre, egy trónkövetelővel lefejezték Vlad Drákult, fiát is, Mircsiát, és a trónkövetelőket megvakították. Sőt, Hunyadi rövid időre Havaselvi vajdának is nevezte magát. Magyarország megrodjant, viszont kormányzóként, hogy Enyász Szilviuszt idézzem, vasveszővel rendet csinált. Moldvával szövetséget kötött, 50 éves nővérét feleségül adta a moldvai vajdához, megkapta Kiliát, és így az egész Duna mentét ellenőrizni tudta. 1448-ban 30 ezer fegyveressel megindult megint a Balkánra, és ez egy hatalmas létszám, mert a korabeli francia hadseregeken 10-15 ezer fő között mozogtak. Csak hogy Hunyadi, mint a pápának megírta, most már egész Ázsia ellen kell harcolni. Rigó mezőnél azonban győzött a papírforma, bár igaz, hogy a papírforma nem volt előre megírva, mert ugyan nem jött el Brankovics, nem volt hajlandó részt venni a hadjáratban, viszont Skanderbeg segítségét kiígérte, két nappal késett. Ez a két nap ez végzetesnek bizonyult. Hunyadi is majdnem odaveszett, és egy hátszegi román kenéz, Tudor mentette meg az életét. A jutalomra sóvárgó parasztok, szerb parasztok átadták Prankovics vajdának, aki jól megzsarolta, visszakapta magyarországi birtokait Hunyaditól, és hogy azért ne legyen vérbossza a dologból, az unokáját, Cillei úrinak a lányát, azt Hunyadi fiával, először Lászlóval, majd Mátyással jegyezték el. Na most Cillei hatalmas tartományúr volt, az ausztriai Habsburgokkal rivalizált, és a mai Szlovénia benne keresi egyik alapító ősét. Tehetségesnek tartották, de a török ellenes harcokban nem igazán jeleskedett. Hunyadi 1451-ben a szerb despota közvetítésével a szultánnal 3 éves fegyverszünetet kötött. A szultán, sőt, még bizánci állampolgár is lett, mert megkapta Messzembriát, a mai Nesebárt, és méghozzá despotaként egyenrangú lett a szerb despotával. 1453-ban elfoglalta a szultán Konstantinápolyt, Hunyadi háborúval fenyegette, de már nem volt hozzá ereje, hogy újabb hadat indítson. Sőt, Magyarországon egyre inkább szembefordult vele a közhangulat. Enyász Szilviuszt idézem. Hunyadit zsarnoknak nevezték, a királyság árulójának, aki két sereget elárult a töröknek, a lengyelek királyának halálát okozta, most a királyságát a legsűrűbb ig alá veti, nem a nép javának érdekében kormányoz, eljött zsarnokságának a vége, a császár kezéből kiszabadult király, mármint 5. László, aki közben felcseperedett, megdönti a gőgös ember hatalmát, mert a népnek az a szokása, hogy mindig azt szereti, aki jönni készül, a korábbi hatalmat gyűlöli. Na most a 5. László nem nagyon akart Budára jönni, mint nagybátyának írta, Garai Lászlónak, nem kívánhatják tőle, hogy miként apja tette, ő is többi tartománya, Csehország, Ausztria jövedelmeiből fedezze magyar királysága költségeit, amelyet nyomasztotta, hogy nem kapott kellő mennyiségben ingyent falatokat Budán, és kétve kiújult a hagyományos ellentét, a katonabárók, a végvidékeken harcoló katonabárók, és az udvarban intrikáló udvari bárók között. Cillei a királyt maga befolyása alá vonta, és olyan központosításon törték a fejüket, hogy elvonják Hunyadinak a pénzügyi forrásait, visszaveszik a királyi jövedelmeket.
Az államrezon szempontjából ez helyes volt. Gyakorlatilag Magyarországot sérülékenyébbé tette volna. A Hunyadi-Cillei ellentét kapcsán Május ellenvér a 30-as években realizmusra intett. Az egyik nem állnok ördög, a másik nem földre szállt arkangyal. Mindketten emberek, koruk gyermekei, és így koruk szellemében egészen egyforma fegyverekkel harcoltak. Egy pontban volt azonban különbség köztük, Cillei személyes érdekei legtöbb esetben ellenkeztek a magyar állam javával, viszont a magyarság életérdekei összeestek Hunyadiéval. Már annál is inkább, mert Hunyadi megállította a török birodalom számára létfontosságú rabszolgaimportot, állítólag mintegy 400 ezer embert importáltak volna Magyarországról, és Hunyadi Vitéz Jánosnak a tollával egy egész majdnem modern gondolatnak ad hangot, amikor megköszönte a pápának, hogy jubileumi búcsukra adott engedélyt. Idézem, semmilyen nemű, semmilyen rendű ember meg ne fosztassék ettől, akiknek egy a hazájuk, egy az érdekük, és akiket ugyanaz a hit és közös hódolat láncol az apostoli székhez. Na most Cilleit, mint tudjuk, nem igazán izgatta az apostoli szék. Már majdnem racionalista ateistává lehetett őt stilizálni. Felesége görögkeleti volt, de egy másik nőt karolt fel. Amikor az apja ezért szóvá tette, akkor jelezte a papának, hogy ne szóljon semmit, mert megölte az ő feleségét, már mint az anyját, Cillei Ulriknak. Na most a Hunyadi családról ilyesmiket nem tudunk. Énias Silvius egyiket sem szerette, sem Cilleit, sem Hunyadit, és a következőket írja arról az 1440-es években. Az egyik Magyarországot kormányozza, és a másik Ausztriát. A háború folyamán mindegyik a másik juhait jól megnyírja. Hiszen ha nyugalom van, félnek, hogy a nyugodt népek levetik az igát. És miután Cilleit megölték Hunyadinak a Hunyadi László és Szilágyi Mihály emberei, ugyanez az Énias Silvius a következőképpen jellemzi Cillei Ulrikot, a kereszténység belső ellensége volt, és megölésével Hunyadi, mármint Hunyadi László, nem kevesebbet használt a keresztény világnak, mint apja a szultán legyőzésével. Na most paradox módon Hunyadit az oszmán támadás mentette meg. Az ellenségei az Ínyenc király és a Kéjenc Cillei legmodernebb kormányzati elveikkel elmenekültek Bécsbe, amikor kezeledett a szultán. Így hárman vállalkoztak a lehetetlenre, a három János, Hunyadi, Kárvál és Kapisztrán. Kárvál volt a pápai legátus, a diplomáciai hátteret biztosította Kapisztrán, a nagy hittérítő, akinek azért a hittérítéséből sokba is támadt, Hunyadi le is intette, a pápa is, mert ikonokat égetett, átkeresztelte a görögkeletieket, templomokat is felégetett, és összeveszett természetesen Brankovicssal, aki visszatért úgymond őseinek a hitére, és megint a törökökhöz kezdett el húzni, aztán megint visszahúzni. Azt azért kérdődik hozzá, hogy később Brankovics, miután visszahúzott, pápai védelem alá helyezte országát. Kapisztrán, aki még néhány éve Boroszlóban zsidókat ítélt mágiára, a keresztes harc hevében radikális türelmetlenségéről radikális türelemre váltott. Amikor így biztatta híveit, idézem, kik minket a török ellen segíteni akarnak, azok a mi barátaink. Rácok, szakadárok, oláok, zsidók, eretnekek, vagy akár pogányok is legyenek, kik a nehéz időkben velünk harcolni akarnak, mi barátságban legyünk velük, mert most csak a török ellen harcolunk. Na most azért tudjuk, Kapisztán felvonult a keresztesekkel, egyszerű parasztokkal, bécsi diákokkal, mesteremberekkel, és ez a tábor viszont mérhetetlenül gyűlölte az úgynevezett urakat, többek között Hunyadit is. El is különült a két tábor, az egyik a várban, másik a Száva jobb partján, és onnan kiabáltak át, ez volt a médiaharc, a szultánnak, akit nagy kutyának neveztek. Na most ezt némi okkal tették, tudnék, a szultán sok kutyát hozott magával, hogy a ellenséges tetemeket, nem mondom, a sajátjaikat is eltakarítsák.
Na most azt nem tudjuk, hogy mi lett a kutyákkal, az ostrom kimenetelét ismerjük, és némileg azt a vitát is, hogy ki játszott nagyobb szerepet a győzelemben, Hunyadi vagy Kapisztrán. A parasztok, vagy a nemesi katonák. Az kétségtelen, hogy Hunyadit állandóan szitták a keresztesek, hogy feláll a hajókázik ott a Dunán, viszont Hunyadi mindvégig kézben tartotta a ostromot. És a hadiszerencse sem hagyta cserben, pontosan tudta, mikor kell bevette a csatadöntő páncélos lovasságot. Na most a hadiszerencse korábban elhagyta, most a szultán bízta el magát. Most azért tegyük hozzá, hogy a két nagy balkáni csatának a kimenetele sem egyszerűen Hunyadi múlott, hanem az egyik a királyt rohamra bíró lengyel harcosok dicsvágyán, és Rigó mezőnél is másképp alakulhattak volna a dolgok, ha Szkander Bég megérkezik. Nem a Hunyadi szégyene, hanem mondhatnánk Európáé. Hiszen Bizáncról volt szó, Európáról. Na most hol volt Európa? Jacques Le Goff szerint Aeneas Sylvius volt az egyetlen, akinek világos elképzelése volt Európáról, és azt kereszténységgel azonosította. Ő alkotta meg Aeneas Sylvius az európai mellégnevet. Na most hol voltak az európaiak? Hát az európaiak ettek, ittak, jól mulattak, ismerjük a fácán lakomáját, amit a burgundi herceg rendezett, hatalmas pénzekért ottan pogány szertartások, meg keresztény rítust kevertek. Habsburg Frigyes 1440-ben több pénzt költött, egy egész hadseregnyi pénzt költött a római megkoronázására. Úgyhogy Aeneas Sylvius keserűen írhatta, a kereszténységnek nincs olyan feje, akinek a jók engedelmeskednének. A királyok rivalizálnak, ha keveset viszel harcba a török ellen, könnyen vereséget szenvedsz, ha sokakat, káosz lesz belőle. Majd így biztatta a harmadik Scaliuszkusz pápát. Európa harcias és vad népei nem nyugszanak, ha csak nem idegenek ellen harcolnak, és ekkor kevésbé fordulnak egymás ellen. Tehát kell a közös ellenség. A keresztény béke érdekében a külhoniak ellen kell vívni a háborút. A geopolitikának, és aztán megtalálta a hadvezért Hunyadi személyében. 1455-ben írta Kapisztránnak, Hunyadi az oszmánok egyetlen félelme, és ő a mi hitünk legerősebb kardja. Csak hogy a geopolitika ördöge erősebbnek bizonyult. Nikolaj Jorga, kiváló román történész, 1914-es balkán történetek a diagnózisa ma sem avult el. Eszerint idézem, a bizánci, a szláva, a latin és az oszmán politikai rend egyé olvadtak össze. Nemzeti és felekezeti különbségre való tekintet nélkül az lett a győztes, aki jobban megfelelt az új idők igényeinek. És ez által erősebb volt. Nyugaton az abszolutizmus teremtett egységet, a Balkánon az oszmánok. Ők számolták fel a mindenkit nyomasztó anarchiát. A szultánok védték az adófizető és katonai réteget eltartó parasztot, pártolták a kereskedőt. Biztosították a békét, a rendet, az igazságot, az érdemnek kiáró felemelkedést egy olyan világban, amelyben vagy hódítasz, vagy elpusztulsz. Miskolci Gyula ezt ugyancsak Jorgára hivatkozva, annak hangsúlyozásával erősítette meg, hogy az oszmánok, idézem, alattvalóikkal jól bánnak, jobban, mint a keresztények, és ez semmi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a felszólító hadsereghez, a keresztesekhez sohasem csatlakozott a török földön nagyobb keresztény kontingens. Na most az egy másik kérdés, hogy ez az oszmán állam egy primitív katonai teokrácia volt, de hatékony. Ez a helyzet a balkáni folklórban is tükröződik. Nyilván a szerb harcosok őrizték Hunyadinak, a harcosnak az emlékét, ők dicsőítették Hunyadit. Ugyanakkor vannak olyan szerb hősök, költemények, amelyek elmarasztalják Hunyadit, mint katolikus hittérítőt, templomrombolót, és a szultánnak a vallási toleranciáját magasztalták. Tehát a harcosok a hőst őrizték, a köznép a türelmetlen pápista emlékét. Érdekes, hogy a románok körében nincsen Hunyadi folklór. Igaz, Hátszegen őrizték az emlékét, és okkal, mert sok kenészt megnemesített,
és nem egy faluban a román nemes parasztok őrizték, a bocskoros parasztok őrizték a rokoni kapcsolat emlékét. Például az ejkányi hunyadiak, bocskoros parasztok nem voltak hajlandóak rokonosodni a magyarországi gróf hunyadiakkal. A családban a János név volt az első, a Mátyás név pedig meg tilos volt. Építettek is egy szép zejkáni emlékművet 1896-ban, amelyet aztán 1991-ben lerombolták. Nyilván azok rombolták le, akik úgy gondolták, hogy Hunyadi magyar eredetű volt, és nem vették észre azt, hogy hát azért Románia újabb himnuszában, az Ébredj románban Hunyadi is szerepel, mint pozitív hős. Tehát ezen nincs mit csodálkozni, nem vették észre, mert Böszeszkó a kiváló államelnök szintén nem tudta felmondani a himnusznak, a országa himnuszának a szövegét, és az íróját sem tudta. Na most, amíg Hátszegen a nemesi elemek ápolták Hunyadinak a emlékét, hátszegi magyar nemesek, román eredetű magyar nemesek találták ki a 19. század elején többek között a hátszegi nemesek, a kenézek székely eredetét és Hunyadi János székely eredetét. Amikor viszont az 1840-es években Ürmösi Sándor unitárius lelkész Havas Elvin utazik, akkor a román gyerekek megdobálták ővel, amikor elárulta, hogy ő magyar. És pedig azt mondja neki, Hunyadi miatt kellett szenvednie, utána kiabálták, hogy Jánkú Vánkú, ez egy ilyen csúf kifejezés, és még élt is egy ilyen népmonda, amit sajnos nem jegyeztek fel, Hunyadi a magyar ördög. Na most a havasalvi anyák a gyerekeket Hunyadival rémizgették, hogy aludjanak el, ezt tették az 1440-es években Drinápolyban is a török anyák. A Hunyadi pszichózis azonban lassan elmúlt, és hát ha elnézik a térképet, láthatjuk, hogy Magyarországnak már nem sok esélye volt a bizánci birodalom örökébe lépő török birodalommal szemben. Mégis eszünkbe jut Pascalnak a mondása, ha Kleopátrának az óra másképp nem lett volna, rövidebb lett volna, a világ ma teljesen másképpen nézne ki. Na most a mi esetünkben nem is egy nő, szép nőről, annak bájairól van szó, hanem egy koszos dinnyéről, amelyet Habsburg Albert elfogyasztott, vérhas kapott és hamar elmúlt. Na most ő volt az, aki a hivatását komolyan vette, sőt, Csehországnak, Ausztriának a jövedelmeit a magyar honvédelemre is fordította. Na most gondoljunk arra, hogy ha az ország nem hull szét, akkor ilyen kiváló hadvezére, mint Hunyadi, Kiskra, Szentmiklósi Bongrác, Nagy Rabló együtt működhettek volna a balkáni fronton. Na most a kontrafaktuális spekulációk nem csak szellemi játékok, hanem kifejezik a jövő alakításának az igényét is. Hunyadi megítélése is példa erre. 1956. augusztusában Bukarestben nagy Hunyadi konferenciát rendeztek, magyar történészek is részt vettek, majd elmentek Gyulafehérvárra, és amikor be akartak lépni a Székesegyházba, hogy koszorúzzanak, akkor feltárult az ajtó, megjelent Márton Áron püspök, teljes díszben, és egy rövid előadást tartott. Ebből idézek, személyével kapcsolatban a történetíró bizonyos kérdéseket vitatnak, de nem vitás, hogy az eszméket, amelynek Hunyadi kivételes hőse, mint a két nemzet magáénak vallja, már mint a román és a magyar nemzet. Talán remélhető, hogy ezt ma minél többen teszik, bár az etnopátia olykor nem ismer határokat. Például Hunyadi harcostársáról, Skander Bégről egy osztrák történész írt egy kiváló könyvet, a fordító viszont öngyilkos lett, még egy mondat, öngyilkos lett, mert ugye a hazafiak halálba kergették, hiszen a könyvben említést tesz a kiváló osztrák szerző Skander Bégnek szerb felmenőiről. Na most rám legfeljebb csak a román barátok haragszanak, mert én ugye a hátszegi román eredettel szemben Hunyadinak a karánsebesi környék eredetét vallom. Na most hagyjuk az etnopatáknak a vitáit, miután Petőfi év van, hadd emlékeztesselek, és ezzel be is fejezem, Reményik Sándornak a Petőfi Petrovics ítélt című versére, ennyit az etnopátiáról, minden a lélek,
A vér a semmi. Köszönöm szépen. Tesztelje tudását a Rubikon Próba online történelmi kvízjátékában. Rubikon_próba.com. Ha tetszett a videó, akkor hasonló tartalmakért iratkozzon fel csatornánkra.